Na szevasztok! Hát remélem, hogy most jó lesz a hang. Állítottam rajta a tegnapi videóból tanulva, de eddig nem vettem észre ezt a hangváltozást. Na de se baj, nincs más hátra, mint előre. Csapjunk is bele a lecsóba, mert mindjárt kiderül. Eddig úgy tűnik, hogy jó, tehát a kilengése az jobb, mint ami volt, de hát amikor beindítom ezt a gépet, akkor fog majd kiderülni, hogy javult-e a helyzet, vagy sem. Hát még mindig rohadt hangos ez a kombány. Hát gyerekek, hát hova vegyem már lejjebb? Komolyan mondom, már el fogom adni a francba ezt a kombányt. Na mindjárt. Hol is kell, várjál? 40, 30, 30, így. Na és akkor azt fogom én itt most szépen csinálni, hogy egyelőre elindítom a segítőt H betűvel. Hogy folytassa tovább a betakarítását ennek a repcének. És elugrok a traktorért, az MTZ-ért, mert az ugye itt maradt a leadási ponton, és ezt vissza kell vinni oda, hogy hívják az. Addig se kell hallgatni ezt a nagyon csörgőzörgő kombányt, azt mindahogy le fogom cserélni, gyerekek, ez a hangzavar, és akkor utána legalább vissza tudom hangosítani, mert így viszont nem lehet hallani gép hangot, ami viszont bosszant engem. Egy kicsit, nem nagyon, csak egy kicsit. Nézz oda, mindenki a vonatra menne. Meg onnan jön elfelé, biztos már megvették a jegyet Mezőfalváról, hogy tudom én, Dunakeresztúrra, vagy Balatonkenesére, vagy akárhova. Meg ó, mennyi mehőből a gép kis emelkedő láttán. Mai ténykedésem arról fog javarészt szólni, hogyha készen vagyok ezzel a betakarítással, akkor azon nyomban megszabadulok a kombánytól, fájó szívvel ugyan, de attól függetlenül meg fogok tőle szabadulni. És nekiesek szépen a fa kitermelésének, annak az újonnan vásárolt földemnek a szélén. Na várjál csak, itt most visszaveszem én itt az irányítást. Kénytelen leszek, mert nem sokat von le. Add vissza, adja csak ide. Ígyni. De mégiscsak azért csak fizetni kell a segítőnek. Ami viszont nem az én stílusom, hogy fizetek azért, amit én is meg tudok csinálni. Úgy nézem az OBS-be hang kilengésnél, hogy ez így egész jó, sőt, most meg már túl halk a kombány, tehát a játék hang. Talán még egy picit vehetnék följebb rajta. Várja, így. Visszarakom 40-re, kipróbáljuk. Mentsed. Aha, így a kilengést, ahogy nézem, így még mindig jó. Tűrhető lesz, jobb, mint hát a tegnapi az valami brutális volt. Én nem tudom, hogy sikerült, olyan nagyon nem sikerült. Itt meg már azon agyalok, hogy akár le is foroghatnám azt a részt, ugye? Ide nem jó, hát hogy adta ezt ki? Itt ez nekem. Miért így jött ez ki? Csináltam? Ja nem, hát ugye a segítő az nem 100%-ba
követi az én általam megadott GPS nyomot, vagy szamárvezetőnek a nyomát, hanem sajátot generál, és valószínűleg ezért módosult egy kicsit ez a szamárvezető beállítási nyom. Ha de se baj, majd most itt orvosolva lesz, és már úgy fogunk menni, hogy nekem az én beállításaim szerint. Mondjuk itt a repcének a betakarítása az mehetne nyugodtan héttel, szerintem, attól függetlenül, hogy sűrű, mert a búzát azt szokták egy kicsivel magasabb sebességfokozaton aratni, de mondjuk a búzához is sok a 10, de még mindig a 6 az mondjuk reálisabb a... Mi a... Ja, hát megy a tempomat, mondom, nem nyomom magát, aztán mégis megy, vagyis csak az előre gázpedált nyomtam meg, és a féket nem, és ezért ugye nem állt meg. Na mindegy, itt még lesz szerintem egy pótkocsinyi, egy fél pótkocsi anyag. Durván. Az be lesz takarítva, és akkor nekem is jön belőle egy kis pénz. Jut is, marad is. Lehet, hogy egyszer-kétszer mutolni fogom magam, mert a üsszegést meg az orrfolyást azt orvosolnom kell. Aztán az máshogy nem megy, csak akkor, hogyha lemutolom magam, és nem dudálok bele itt orrfújással a mi a fenébe, a mikrofonba, várjál, lejjebb lesz írni. Lejjebb vettem a tempomatot, hogy ne gyorsuljak úgy túl, mondjuk úgy. Hasonló sebességen tudok ráfordulni a következő sörre, mert fiatalok is nézhetik ezt a műsort, aztán nem igazán jó ilyenről beszélni, hogy sör. Találtam egy videót, ahol viszonylag most néhány dolgot bemutatnak a Farming 25-ről, következő részéről, javarészt a meglévő, én úgy nézem, hogy a Coreplay, mint hogyha azt rakták volna bele a játékba, az lenne beleépítve, és a GPS az nem a GPS, hanem inkább a vehicle control addon, tehát ez, amit használok, GPS néven kikiáltva, de na mindegy, a lényeg az, hogy a videó készítőjétől kértem e-mailbe engedélyt, hogy felhasználjam a videóját, hogy bemutassam itt és kiellemezem az én meglátásom szerint. Még eddig nem kaptam tőle visszajelzést, csak remélem, hogy engedélyezni fogja. Egyébként több videó van ugye ilyen előre gyártott, vagy hát ilyen itt van farkonos gameplay-k, bemutató jellegű gameplay videók fönt a YouTube-on, de én kimondottan ezt a srácot gondoltam, hogy ettől kérek engedélyt, mert ez olyan úgy közölte a videóját, hogy újra közölhető, tehát nem kommentel, hanem csak a géphang van a videója alatt, és akkor így legalább én tudok alá kommentelni, és elmondani róla a saját véleményemet.
Na mennyi? Körülbelül 10-12 perccel lett volna a tegnapi videó hosszabb. De egyébként már ugye én is végignéztem veletek, tényleg olyan nagyon hangos volt ez, nagyon hangosan volt beállítva ez a izé. Kombány zúgás. És maga a kombány az, ami hangos. Se baj, mert hát az egyik kedvencemet vettem elő, nem a 106-ost, hanem egy másikat. Nem titok, a 108-as eset. Csípem azt a kombányt. Ugye múlthabos az is, múlthabról letölthető. Csak úgy, mint ez az 512-es. Mindjárt kész is van, sőt, kész. Ja. Annyi, hogy a 108-as SL-nek, ahogy néztem, az 5,8 helyett, azt hiszem a vágóasztala az kisebb lesz, de se baj. Ezekre a földekre nem nagyon kell nagyobb eszköz. Na, szavasz haver, elköszönünk. Így. Megtörled is. És van egy vágóasztal kocsi, ettől is. Így. Úgy. Indítsam be a motrot először, mintha nem tudnám. És bekék indítani. Hep, hep, hep. Na így meg már alig lehet belső, főleg belső nézetből alig lehet hallani a traktort, várjál. Külső nézetből is jó, így már szerintem adhatok az MTZ-re egy kicsivel több hangot is. Mert csak-csak akarom hallani én is a játék hangot, a gép hangot. Szerintem ez így már jó lesz. Legalábbis az OBS kilengése szerint úgyis vissza fogom hallgatni a videót előtte, még mielőtt most már fölrakom, úgyhogy, na ezt kiengedem, mert tudja, hogy kifordul. Mennyi, ne! Erdje, fiú! Baj van, megriadtál a izét? Kis kapasztal, mert ott megy át az úton. Ott van, né? Nem csapjuk el, mert annyit kapunk érte, mint egy rendes emberért. Betakarításból származó bevétel. Várjál már, mit beszél ez? Ja, ugye? Ebbe, hát ez már be volt fejezve, akkor jó. Akkor én ezt már csak magamnak szedtem. Ó, hát ez tök jó. A videóra visszatérve, hát nem lesz túlságosan FPS barát. Mert ott is lehet látni bőven pixelesedést. Pedig aztán
a minőség alapján nem egy gagyi géppel nyomja a srác. Mint ahogy a 22 sem egy túlságosan FPS barát. Ugye most erre nem igazán akarok már jobban kitérni, majd inkább a videó, hogyha megkapom rá az engedélyt, akkor fogom szerintem elmondani a véleményemet, lekommentározni, végig kommentelni. Na, gyere ide, ecsém. Te kell lesz nekem, lassan ezt is majd meg kell itatnom. Várjál, mert kell nekem bérelnem egy izét, egy fa nyűvőt. Itten vala. Csá! Hát bocs, erről beszéltem. Azt mondja, hogy 500 000 literrel szerintem keves lesz. Én inkább 1 000 000 literesre hagyom. Bérlés. Na várjál. Ugye az a földterület, az hozzám tartozik. Na már itt ez a rész, ez nem tartozik a földemhez. Ja, de jó van. Hozzám tartozik, jó. Szóval a súlyt azt le kell raknom mindahogyan. Itt el ne felejtsem, mert még a végén elviszem magammal, aztán... Azt is majd hozhatom vissza akkor a boltból. A pótkocsi előtt ott hagytam az MTZ-t, mert félre kell vele állnom, hogy föl tudjam akasztani. De se baj. Ez legyen a legkevesebb, igaz? Járda, és mégis megállnak intelligens módon az AI-k, a gyalogosok számára. Kíváncsi leszek azért, hogy mennyi bevételt fog nekem onnan hozni az a ha mennyiség, ha a pliték mennyiség, mert igen komoly reményeket fűzök hozzá. Szerintem jó lóvét fog hozni. Na várjál, itt viszont ilyen bután rakja le. Ilyen oldalt rakja le. A tavadisznó már megint oda néz. Azt a büdös mindenit. De mindig itt jelenik meg a bútba. Ezért van ennek a hentesnek itt annyi pénze. Bejönnek a vaddisznók. Lecsapja őket. Aztán már árulja is a izét a vadhúst. Mert én megpróbálok elosonni arra. Á, de elszalad. Az is. Hát mindenem. Na se baj. Ó. Ó-ó. Kinyitjuk a csövet. Ugye nekem a pótkocsi gyakorlatilag arra kell, hogy majd máskülönben az eladási ponton nem tudom leadni. Nem tölti bele a leadó pontba, hanem csak a pótkocsiból tudom beleüríteni. Hogy még ráérek fölvenni a pótkocsit. Ide jön az helikopter, de nagyon jön.
Jaj. Na van ám hangzavar. Jó hangos. Helikoptert mondtam az előbb, vagy repülőt? Na mindegy, repülő. Repülő. Ezt a sithalmot innen el kéne hordani, vagy hordatni. Jó nagy kupac van itt a ház mögött. Tele van biztos gyíkkal, meg békával. Nem tudom, hogy ez a falpríték készítő miként viszonyul a nyírfához. A nyárfát az kezeli rendesen, de hogy a nyírfát is kiszedje, azt nem tudom, arra kíváncsi vagyok. Hát remélem. Szépen jó van, semmi gond. Hát ott. Úgy. Ajjaj, lesz itt annyi pénz, hogy a... Azt sem tudom, hogy mire költsem. Bár mondjuk azt nem is tudom, hogy mennyibe kerül a izé... A kombány. Lehet, hogy túl van árazva, akkor meg megszívtam. Na, a drága fűzfa. Elment a levesbe. Na, de hát mindegy, mert hát cél szentesíti az eszközt. ...9699-nél tartok eddig. Hát ezeket már nem biztos, hogy engedni fogja. Hát így ebben a formában... Hát engedte, nézd már! Várjál, azt ki tudom még honnan... ...kapni? Nem. Jó, értettem. Itt lesz a mezsgye határ. Ezt, ez sem. Talán még ott azt a fűzfát majd. Mindjárt meg kiderül. Nézzük csak. Nem. Nem, ezt már csak legaljasztod, vagyis lelombozta mondjuk úgy. Ezt már nem engedte. Ja. Hát ezzel gyorsan fogok itt végezni.
De mindegy, hát... Semmiféleképpen nem akartam ezeket itt hagyni, ezeket a fákat. Egyiken se volt madárfészek. Úgyhogy nincs vele semmi gond. Na most mi van? Merje? Egyet már kifelé. Ott van. Öhő gyerekek, földindulás van itt nálunk, hogy mi a gyász. Na, kap már el azt a pontot, te szerencsétlen. Óvatosan. Jó, szerintem rá kéne állnom egy másik irányból. Ez meg mi a gyász volt ez a lag? Erdészeti reklamáció? Nem bírják az erdészek, hogy ilyen nyifát kiírtak? Na így már jó lesz. Jó. Gyorsan végezni lehetett. Én azt hittem több, úgy messziről úgy tűnt, hogy több fal van itt. Aztán a fenét. Végülis jó, mert így is már 211 ezernél tartok. Piszkálja még fal szememet valahol. Ott a szarvas megint, meg a róka. Lehet látni szerintem, pont ott, ahol a füst mellett ott a nagy szarvas. Mellette meg a Rudi. Nagyon vad ez a vadállomány. Háj, de szép. Oda néz. Ha nem kell beszarni, jöjj a gyerek, ha nem fájna sokáig. Ha esetleg megritkítanám a zaggancsodat. Na meg a test szőrzetedet ezzel a apríték készítővel. Na nézzük ezeket a tuskókat, szerintem nem marja ki. Azt hiszem már próbáltam, ugye? Mert ezek csak ilyen dekor cuccok. Nem, ezeket nem piszkálja. Ezek csak kimondottan bosszantási célból vannak itt. Mondjuk az jó lenne, hogyha ki lehetne őket marni, tehát olyan módon lennének itt. Ohó, van itt azért még mit aprítani.
Ezt nem hiszem, hogy engedni fogja már. Nem. De azt talán ott még igen. Nem, már ez sem. Jó. Semmi gond. Ami nem az enyém, ahhoz nem nyúlunk. Ugye. Mi a? Ránőtt az útra izé. A fű, úgy tűnik. Ezt nem is vettem észre. Na hát, ha mindegy, az akkor nincs több fa, amit ki kéne marnom. Úgyhogy nincs más hátra, mint előre, el kell vinni a izét. Eladási pontra ezt a fapritékot, és akkor csak beszedni a lóvét. Megnézem, de szerintem a... ahova az előbb vittem azért a repcét, oda kell vinnem a... ezt is. Várjál, nem. Nem biztos. Na majd mindjárt kiderül. Megnézem a szója, mennyire van, szerintem 50-re van gányézva. Hű, bazd meg, este 5 óra van. Hát akkor lehet, hogy nem nagyon kell már dolgoznom. Mert mindjárt rám sötétedik. Február ugye hamarabb sötétedik. Na, azt mondja, hogy... hol lehet? Itt valahol, ugye? Faforgács itt vanni. Mezőgép Kft. Csökken az ára, de visz 1310 pénz. Ez tök jó. Ez nekem nem el hátra, hanem előre. Ez nekem teljesen megéri. Ez bőven fedezni fogja szerintem a... még a földemnek az árát is. Tehát magát a földnek az árát is, amennyire megvettem. Szerintem ott fogom hagyni a traktort, hogy ürítsen magától. Csak elindítom az ürítést. És várom a bevételt. Ops. Aztán én meg közben el tudok menni, szépen hozzászántom ott ezt a részt. Mezőgép Kft. Köfötő. Egy. Na, üdíjekend. Úgyis akkor én azt itt is hagyhatom. Na, ezzel megmenjünk, aztán csináljuk meg a szántást. Hopp! De mindig hátrafelé akar elindulni. Nem is értem, hogy miért. Remélem elviszi ez az eke ezt a... vagyis ez az MTZ az ekét. Hát el kéne, hogy vigye. Mert ha minden igaz, akkor 130 lovas az MTZ, a
az eke meg 120 lóerő igénye van. Jó, semmi. Csak most nézem. Egyébként a jobb alsó sarokban ugye ott van a hood. Tehát a kijelzője a 22-nek. És a videóban viszont a hood, én nem tudom, de én szerintem olyan nagyon-nagyon bután néz ki. Így, az meg ez a magas lesz, ez határeset lesz. Ez még rimmelt is. Várja, így. Így kb. Igaz. Ezt, hát, csak hátrébb kell tolnom. Azt hittem, hogy megúszom a tolatást. Hamarabb kellett volna ráfordulnom. Ígyni. Jó. Még mehetek kijebb egy kicsit. Jó. Szerintem így jó lesz, nem vagyok telhetetlen. Így. Hey, ott vannak a vadkutyák meg a... Oda néz, vaddisznó, kutya. Van itt minden, mint a búcsúba. Oda néz, hogy szaladgálnak. Jó, így jó is lesz. Szépen viszi az eke, vagyis az MTZ az ekét. Úgyhogy egy szavam nem lehet. Várjál, mert itt olyan faszú szedte le. Itt ezen a részen. Úgy. Jó. 234.772 pénzt hozott nekem. Az meg van 402.000 forint euróm. Ez a föld az álmom. Már régóta rá vágyom. Erre ittene. 293.000. Tehát majdnem a fa az fedezi nekem az izét. De várjál, nem veszem még meg. Nem tudom, hogy mi van benne. Ez itt nagyon burgonya gyanús. De szerencsére nem zab. Nem is zab. Akkor mi a gyász? Burgonya nem. Árpa? Nem. Hanem egyszerűbb, hogyha odaugrok, igaz? Én hol vagyok itt? Ja, hát ebben volt a cirok. Mi? És akkor még a parasztja nem művelte meg. Azaz. Bizony. Aha, cirok. Hát igen, itt ezt mondjuk, hogy azt a kurva 10 hektár. Fufu. Betakarított. Na várjál, csak mit fogok én ezzel csinálni, még nem tudom. Hajjaj. Hát mindegy, azt kell majd vele csinálnom szerintem. Várjál, felemeltem ezekét, jó? Azt kell majd vele csinálnom, hogy majd nem sokára alszok egyet szépen. Csak ezt a szántást megcsinálom. És akkor addigra valószínűleg már talán reménykedem benne, hogy a gazda az meg fogja művelni. Jaj, ne! Baszki, hát még kim vagyok a fűben itt nagyon. Még mennyibe jobb? Így.
Így már fölveheted. Nem arra, arra. Így. Úgy. És akkor talán a gazda már addigra lemúcsolja, vagy ha nem is múcsolja, de ma meg fogja csinálni annyira, hogy újra van, újra lesz vetve, vagy ha nem is lesz újra vetve, megfelelő talajmunkázva lesz. Bár mondjuk egy múcsolót mindahogyan kéne vennem. Egy akkora földnek nekiállni és lemúcsolni. Hozam növelés céljából viszont hasznos lenne. Igen, csak agyalok. Rajta, hogy meg kéne vennem, így ahogy van, és akkor oda is rakhatnék akár repcét. Vagy mit raktam ebbe a fődbe, már nem is tudom. Amit most itt összeszántok, szóját, a fene se tudja meg. És akkor az egészet egyszerre tudnám elvinni, eladni. Gyerekek, micsoda pénzforrás lenne abból. Mennyi pénzem jönne be egyszerre belőle? Ugyebár. Na te csak le. Így. Picit kiszántak belőle, de hát az legyen a legkevesebb. Hozzá vetem. Így. Így, gyene. Ez mit csinál ez? Na így. De még egy picit, még mindig mehetnék beljebb. Ugye így egy nyommal. Így. Ja persze, más. Ja, ez... Mit csináltam én ezzel utoljára? Talán tárcsáztam. Még annak a nyomvonala volt benne. Ó, hát határozottan, ahogy nézem az OBS-be a kilengést, hang kilengését, hát határozottan jobb. Így a gép hang. De most meg nagyon halk nekem a játék hang még mindig, de nem baj. Az a lényeg, hogy most már lehet engem is hallani, nem csak a gépet. Ki is kapcsolom a szamárvezetőt, mert nem sok szerepe van. Így. Picit túlhúzom. Összejárom szépen a földemet. De se baj, a cél szentesíti az eszközt. Így. Vissza tudom úgy tolni szépen a végéig? Vajon? Picit megtöröm erre, és akkor már farolok a következő sorra. Így.
ki lehet ezt az ekét tapasztalni. Csak hát idő kék hozzá. Így. Hopp, ott a fűszó, amit nem engedett kimarni. Jó, de nem okozott gondot, pont elmentem mellette. És megint ilyen bután fogok ráfordulni, de viszont haladni akarok, úgyhogy... Nem törekszem a szépségre. Annyira. Megint ott a szarvas, oda néz. Remélem lehet látni a videóban is. Ott van szépen nézelődik. Hücs! És nem érek rá belőled kóbást csinálni. Pedig a szarvasból a... Bazd meg! Na mindegy, ezt itt elbasztam egy cseppet. Upsza. Lehet mondani, hogy bocsi, ugye nem baj. Hát nem hát, persze, hogy nem. Elég sokat kell itt forgolódni ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni. Na de se baj, megéri. De piszkálja a szememet ott ez a izé. Amit tettem. Festés. Mondjuk itt festeni nem is nagyon kéne annyira. Ops, nem tudom visszafesteni. Nem. Hát akkor ez így marad. Sajnos. Majdnem kocka formájú teljesen, úgyhogy tök mindegy merre. Forgom. Mondhatni. Itt ezt a részt. Nem akarok annyira belehúzni a vetésbe, hogy valószínű, hogy már úgy fogom itt forogni, hogy hosszant irányba. Vagy... megcsinálom így. Mindjárt végzek vele úgyis. Csak figyelnem kell, hogy időbe kiemeljem az ekét. Zeke. Szépen betárcsázom, még aztán utána mehet bele a vetés. Össze is. Mondjuk ugye az időbe szinte az érés egyidejű lesz. Hűha, várjál, először meg kéne vennem a kombányt, mert hiába van nekem. Hiába lesz meg nekem esetleg az a nagy földem. Ha nem lesz mivel betakarítani, bár mondjuk... Vállalok egy bérmunkát, aztán legfeljebb kibérlem. És akkor a bevételből már meg tudom venni. Is. Akár. Így, oda néz a kutya. Nem mész haza. Eredjél haza. Eredjél haza magadnak. Kössél láncot a gazdádra. Thank you.
Közben egy másodpercre mutolom magam, mert ki kell fújnom az orromat. Na még túl is haladtam. Lendület vitt az MTZ-t. Az az MTZ még szebben viszi a Z2-t, mint a Zetor. Nagyon kitartóak ezek a izé. Már jött, megjött a tesója is, oda néz szarvasnak. Nagyon levesnek meg pörkültnek akarják felajánlani magukat. Íj, bassza, meg hamarabb engedtem, amint kellett volna. Na se baj. Óvatosan. Ki gondolná, hogy itt nem régiben még fák álltak, mi? Kis erdő volt mondhatni. Egyni. Kész is. El ne felejtsem kikapcsolni, hogy terület kialakítás, mert még a végén az udvart is felszántam. Ide szépen fordult, na, hülye gyerek, elütöm. Á, nem jött ez, ó, itt egy tuskó, a fene egye meg, pedig majdnem összejött, láttátok ti is. Szeretik a kutyák. Ették hún egy álló hónapon keresztül a húsát. Na. Egyesen megy az idő, úgyhogy én ezt a műveletet meg tudom most csinálni még, a mai napon. Nem fog rám sötétedni talán. Valami belakadtam, láttátok? Ugye nem láttatok belőle semmit. Nem fogom túl bonyolítani, hogy hova rakjam az ekét, ide ledobom. Hűha, mi a picsa, arrébb raktor? Ott, traktor. Menj köcsönni, amit be tudod húzni. Mégis egy kicsit elmolesztálta a traktort. Biztos meg volt törve. Hoppá. Erdje. Minden megyek előről, mert innen... minden kellett volna mennem. Na mindegy. Pikpak lehúzom. El ne felejtsem megnézni, hogy mi van ide vetve, de úgy emlékszem, hogy szója.
Hát egy picit bele kell húznom mindenhogyan. Így. Picit visszább jövök. Szójabab, ezt tudja, hogy szója színéből ítélve az ám. Jó, és kére, itt ez a rész, amit most felszántottam. Felszántott. Nézd, és ganyézva van. Ez a rész is, ez tök jó. Meg a köztes rész is. Meszet. Várjál, ja, mész, ki van kapcsolva, jó, akkor a messzet nem kiéri. Oda néz, hogy dobja a sebet, oda néz. Vajon a 25 tudni fogja ezt? Mert ezt ugye a 22 csak moddal tudja, de tudja. Ezeket a kis foltokat itt a földemen ezt meg kell csinálni. Itt van, hol van? Itt van. Egy picike. Mindegy, végig megyek itt ezen a csík. Ó, az meg ott kimaradt. Oda is beleért, oda is beleért. Vannak szépséghibák, ezeket javítani kell. Így. Jaj! Ez a vad állomány zsezsgés. Zsezsegnek itt össze-vissza a vadak. Akkor, ha nem. Ja, hát elveszem az élőhelyüket. Mi az erdőt? Te jönnek reklamálni. Mit csinálsz, paraszt? Beleúsztam egy picit, úgyhogy csak rá kell mennem. Itt viszont szerintem azt fogom csinálni. Hogy. Lefelezem, aztán utána megnyújtom a felezést, úgymond. Hogy most oda kívülre állok rá, és akkor tágítom. Igen, és akkor azon a csíkon meg ott
Szépen fölmegyek. Mert azt egy nyomvonallal úgy helyettem volna át, amíg lejöttem. Hát még jó, hogy nem telik az eszköz, úgyhogy nem is nagyon kell az a bíbelődnöm annyira, hogy fölemelgessem. Csak a sor itt ennél a résznél, mert hát ugye máskülönben belehúznám a már meglévő vetésbe. Hát a vetőgéppel meg aztán abszolút nem is kell szinte felemelnem se. A vetőgépet ezt abszolút leengedve hagyhatom végig. Mert nem ide kellett volna ráállnod, ugye a gyereke, minden most már. Egyel arrébb. Nézni ide. Igen. Ja, amit még láttam a 25-tel kapcsolatosan, hogy úgy tűnik, hogy visszahozzák a ködön kívül Farming 17-ből a csillagos égboltot, éjszakai égboltot és a holdfényt is. Tehát normálisan lehet majd, ha minden igaz, látni a nap felkeltét és a nap nyugtát is. Ezt ugye már 17 tudta, meg hát most leakasztották, visszalövették a polcról, és ezzel újítanak egy kicsit a 25-be. Mert a 19-ből viszont ki volt hagyva. Na várjál. Amit én úgy észrevettem, nem oda? Így ide. Jó. Erdje. Milyen vetőgépem is van, már nem is tudom. Ja, de hogy nem a készíve. Az műtrágyázik? A fene se tudja. De azt hiszem műtrágyázik. Akkor itt ez a rész megkapná már a 100%-os trágyázottságot. Tök jó. Ha nem, adja. Aha, itt egy picit szélesebben kell majd fognom, mint ahogy vissza kell tolnom egyszer. Ott van odáig. Jó. $402,000. Azt a kurva, most meg mi ez? Vetőágy. Azt hittem, és nézd meg, itt kívül is mutatja a vetőágyat. Itt kívül a fűbe van egy csík. Aha. Na mindegy, akkor lehet, hogy majd azt fogom csinálni, hogy itt szépen majd átmegyek a vetőgéppel. Tök jó. Várja, 50-re van egy sztrágyázva. Aha, ez 50-re van trágyázva.
De szántást igényel, nem? Vagy ne várja? Igyni? Ja nem, csak a pereme igényel szántást. Aha, itt nálam is ez a rész. Ja. Na, akkor még a izé van vissza, a vetés. Ennyi ez, ennek a szélessége, várjál csak. 3,1 méter. Vetőgép meg 4,3 vagy mennyi? Így a szélesebb lesz, úgy nyomvonalak kell lenni, oda kell belehúznom egy csíkot. Ilyen nem kell, hát hozzá van vetve, ha jól zárni. Hű, ezt kitapostam? Nem, jó. Ja, és közben meg sem néztem azt, amit akartam. Ahogy nézem, nem nagyon halad azzal a nagy földdel a gazda. Ugye szántást nem igényel is, az nekem kurva nagy előny. Tehát gyakorlatilag kezdhetnék a múlcsolással. Hiába ez a fa, ez most megdobta az anyagi helyzetemet. És hát újból feldobott egy kérdést is, hogy mire költsem a pénzemet. De szerintem én már nem fogok ezen tovább kattogni, hanem földek, ezt megveszem. 293 ezer, akkor megmarad még 105 ezer pénzem. Vásárlás, így. Ő 108 ezer. Hát nem jó, hát dehogy nem jó. Hát csinálok itt egy indexképet, azért biztos, ami fix. Így ni. Na, köszönöm szépen a megtekintést. Visszavárlak titeket a következő része is, ahol valószínűleg azt fogom csinálni, most ki is lépek a játékba időközben. Azt fogom csinálni, ugye, hogy akkor folytatom a vetést. Itt ezt a visszalévő részt azt bevetem szépen. És hogyha végeztem a vetéssel, akkor utána nekiesek az újonnan vásárolt nagy földemnek. Ott a múlcsolást megcsinálom, és a következő talajműveleteket, amit csak igényel. Na, jók legyetek, szevasztok!